Sétáltató napot tart szombaton a Városligetben a Vigyél Haza Alapítvány. A rendezvényen az Illatos úti ebrendészeti telepről mentett, örökbe fogadható kutyákat lehet sétáltatni, és életre szóló társaknak fogadni. Vendégünk itt van velünk Pindrok Csaba, aki közel egy éve segíti a Vigyél Haza Alapítvány munkáját, valamint dr. Temesvári Kriszta, a Felelős Állatbarátok Közhasznú Egyesületének elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És itt van velünk egy kutyus is. Hát Csaba, akkor mutasd be, légy szíves, őt rögtön. Hát, gyere, édesapám. Ő Pokróc néven fut, de Pompon néven is, egy bizonyos közösségi portálon. Ő egy két éves herélt kan, becsippelve, mint minden kutya, különben ezen a Vigyél Haza kutyasétáltató napon. És hát tulajdonképpen novemberben került az Illatos útra, és a feleségem egy bizonyos naptáron szerepelt vele. Így van. És most le lett nyírva, most ilyen snauzer formája van. Egész más formája van. Igen, igen. Nagy szűr csomó volt akkor, de ez egy tündérkát, itt már hárman örökbe akarták fogadni, de keresjük az igazit. Mert hogy ő örökbe fogadható, akár most is, hogyha valakinek megtetszik a tévén keresztül. És ha megtetszik nekünk, az a valaki, aki örökbe akarja fogadni. Ó, ez miért ilyen fontos, hogyha már felelős állattartásról beszélünk? Azért, mert azt szeretnénk mindig hangsúlyozni, hogy ha valaki kutyát vesz magához, az tényleg egy átgondolt, felelős döntés legyen, ne egy adhok adott esetben, ezért nem is szeretjük azt, hogyha ajándékba adnak élő állatot, akár jó szándékból is az emberek, viszont nagyon fontos az, hogy egy kutyát az ember, ha magához vesz, akkor tényleg egész életén keresztül felelősséggel tartozik. Ki vállalkozon arra, hogy kutyát fogadjon örökbe? Hát akinek van ideje, energiája, és sajnos manapság ez is fontos, pénze arra, hogy azokat a feltételeket megteremtse, amelyek szükségesek ahhoz, hogy boldog, hosszú életük legyen. Tudod, milyen nagyon fontos, mert sokszor jöttök be hozzánk a Mokkába, hála Istennek, mert mi is nagyon fontos ügynek tartjuk ezt az egészet, hogy keverékkutyusokat hoztok. Hogy nem arról van szó, hogy ebből tulajdonképpen divatot csinálnánk, hogy ki milyen fajtát vásárol, meg fogad örökbe, hanem az, hogy ezek a kutyusok gyakran egyébként sokkal hálásabbak, sokkal szófogadóbbak, sokkal jobban trenírozhatók, mint adott esetben fajtársaik. Igen, de nem kell ennek reklám, ezt azt hiszem már mindenki tudja. Meg azt gondolom, hogy sokan elviszik inkább a fajtiszta kutyát, az sokkal könnyebb gazdit találni nekik. Sokkal hát igen, ők uh-huh. Sajnos a maradékok, mert ugye mindenki kölyök kutyát keres és fajtatisztát, viszont akinek tényleg csak házi kedvencnek kell a kutya, annak tényleg csak ajánlani tudjuk, hogy fogadjon örökbe. Rengeteg árva állat vár gazdára, és ahogy mondtad, érzik, hogy ők szeretetet kapnak, és hálásak ezért, hogyha ők családhoz kerülnek. Az örökbefogadó napon hány kutyus lesz kint? Én úgy tudom, hogy az alapítvány egy 8-10 kutyát fog odahozni az Illatos útról, viszont másik három menhely is fog hozni ki kutyákat, illetve interneten keresztül be tudják mutatni még a további gazdára váló kutyákat is. És ami nagyon fontos, hogy az egész sétáltató nap a Kutyafutta nevű rendezvény keretein belül lesz megrendezve, tehát várjuk azokat az embereket is, akik már gazdik, és szeretnének együtt mozogni a A kutyusokkal. Két póráz lesz egy kutyusom, igen. És akkor megy vele egy hivatásos ember is, illetve a kiszemelt áldozat. Aki szeretne örökbe fogadni, mi az, vagy legalább. Feltétlen szeretet. Igen, és hát tulajdonképpen együtt lélegzés lesz a kutyuli mutyulikkal. És annyit még el szeretnék mondani, mert hogy meg van engedve, hogy ugye az adó bevallás utolsó napja van, és tavaly például 6 milliárd forint maradt bent az államnál, mert az emberek fele nem figyel oda, hogy kinek, hogy egyáltalán adjuk valamit. Hogy valaki, 100%-at, hogy Vigyél Haza alapítvány, kutya menhely, várjuk az 1%-okat. Én köszönöm szépen, és mindenkit a Városligetbe szombaton, aki szeretne sétáltatni, örökbefogadni, vagy egyáltalán csak 9-től szereti a kutyusokat 9-től 1-ig. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek. Köszönjük szépen.